Hiába jelent meg tegnap egy újabb felvétel a Városháza állítólagos eladásával kapcsolatban. Karácsony Gergely továbbra is hazugságnak tartja az ügyet. Pedig a felvételen a budapesti vagyonkezelő cég vezetője konkrét elképzelésekről, időpontokról, lehetőségekről, egy új Városháza felépítéséről és átköltözésről beszél. A főpolgármester néhány napja azt mondta, hogy nincs ügy, nem tud semmiről. Most azt állítja a főváros, hogy azért egy tanulmány mégiscsak készült. Arról beszélünk, ami a régi Városháza épülete, és az előtte lévő, tehát a telek teljes egészében, ami a projektben van. Ez a 4,7 hektár. Ez a... Jó kérdés. Ez a 4,7 hektár, amiből 3,9 hektárt eladnánk, és 8000 négyzetmétert megtartanak. Kedden délután hozott nyilvánosságra az Anonymous egy újabb felvételt, amely szereplői a Városháza eladásának pontos részleteiről, a terület hasznosításáról és a tervezett adásvétel előkészítéséről beszélnek. A bemutatkozásnál nem mondtuk el, hogy ki kicsoda, már hogy bemutatkoztunk, hogy Balcs Balázs vagyok, de ugye a Gyulát meg Zsoltot ismerem. Az egyik beszélő Barcsi Balázs, a Fővárosi Vagyonkezelő Központ vezérigazgatója, aki jelenlévő ismerőseit, feltehetően Berki Zsoltot és Gansperger Gyulát is felsorolja. Gansperger Gyula a Wallis korábbi vezérigazgatója, Bajnai Gordon utódja, akivel ma is baráti kapcsolatban van. Az üzletember egy másik hangfelvételen egy fővárosi telek korrupciógyanús megszerzéséről is beszélt. A Magyar Nemzet elérte Gansperger Gyulát, aki nem cáfolta, hogy a telek eladásáról szóló felvételen ő hallható. A másik szereplő Berki Zsolt a Városháza tervezett eladásának egyik kulcsembere. A kiszivárgott szerződések alapján az ő cége bízta meg a Beák és Társa ingatlan közvetítő Kft-t, hogy találjon vevőt 40 milliárd forintért a budapesti Városházára. 4,7 hektár, amiből 3,9 hektárt eladnánk, és 8000 négyzetmétert megtartanak. A tervek egyértelműek, az új Városháza lehetséges helyéről és a Városháza park sorsáról is szó van bennük. Ami megújítására egyébként a héten írtak ki tervpályázatot, 2 évvel azután, hogy Karácsony Gergely főpolgármester lett, pedig kampányában még azt ígérte, megválasztása után ez lesz az egyik első dolga. Azért csinálunk egy közparkot, mert megígértük, hogy csinálunk közparkot. A felvételből arra lehet következtetni, hogy az épület eladása után mély garást, illetve új városházát építenének. A Karácsony Gergely által megígért közpark pedig úgy tűnik, mintha nyűg lenne. De, ahogy a Magyar Nemzet is fogalmaz, jó lehet felvonulási területnek az építkezéshez. De most csinálok egy parkot, hogy egy év múlva irgalmatlan módon széjjel vágjam. Tehát, hogy... A park közpénzből való értelmetlen megépítésére az egyik szereplő cinikusan úgy reagál, nem a saját pénzükből csinálják. Ha mi döntenünk, akkor így csinálnak. De ugye van itt három kibaszott 22-ben parlamenti választás, 23-ban 150 éves lesz Budapest, és 24-ben önkormányzati választás. Az elhangzottakból úgy látszik, a park és a ráköltött közpénz nem számít. Sokkal inkább probléma a nyilvánosság, erről már az Origó írt. Ez volt az az anyag, amit a kabineten én bemutattam. Utalásként az is kiderül, a főváros magasrangú vezetői is tudnak a tervekről, hiszen megjárta a kabinetet is. Nincsen ilyen ügy. Karácsony Gergely napok óta magyarázkodik és terel. Szerintem nincs ilyen ügy. A nyilvánosságra került bizonyítékok ellenére azt állítja, nem merült fel a Városháza eladása. A főváros önkormányzat nem kötött senkivel megállapodást a Városháza értékesítése kapcsán, már csak azért sem, mert nincs ilyen szándéka. Minden más híresztelés az minden valóságalapot nélkülöz. 4,7 hektár, amiből 3,9 hektárt eladnánk, és 8000 négyzetmétert megtartanak. A fővárosi önkormányzat kedden is hazugságnak nevezte az ügyet. Közleményük szerint az eladásról nem született döntés, szándék sincs rá, viszont döntés előkészítő tanulmány készült. Ennek kapcsán a Mandiner úgy fogalmaz, néhány napja még fake newsról, szánalmas propagandáról, lakálymédiáról beszélt, most már a főpolgármester sem tagadja, valóban tárgyaltak a Városháza eladásáról. A főpolgármester hol tagad,
akkor, ha megszól, akkor pedig ellentmond önmagának. Minden képzeletet felülmúl, ami napok óta folyik, és úgy tűnik, a főpolgármester aktív részese a Városháza gétügynek. Erről Láng Zsolt, a fővárosi Fidesz frakció vezetője beszélt. Azt kérjük Karácsony Gergelytől, sőt most már követeljük, hogy haladéktalanul rendeljen el vizsgálatot, és adjon választ számtalan kérdésre, amelynek azt gondolom, hogy a megválaszolása kötelessége. Egyebek mellett arra várnak választ, hogy Barcsi Balást kihatalmazta fel, hogy piaci szereplőkkel egyeztessen, igaz-e, hogy a Városháza parkot az önkormányzati választás után tönkreteszik, és a helyére tervezett beruházáshoz már befektetőket keresnek.